Ennek a találkozónak a neve Dicsőítő sziget. És azt gondolom, hogy ennek a gyönyörű névnek van sok-sok üzenete. Hadd mondjak először is egy pár szót arról, hogy sziget. Elmondja a Biblia a vízözön történetét, és azzal kezdi, hogy a Földet elárasztotta az erőszak. Ember és ember, illetőleg ember és állat között. És utána elmondja, hogy a világ rendje visszahull a káoszba. A felső vizek és az alsó vizek összekeverednek, amit Isten valaha szétválasztott. Azt akarja ezzel jelezni, hogy az ember a teremtés őre. És ha nem tud szelíden élni, ha erőszakos, ha kizsákmányolja a világot, ha Isten telenül él, akkor a világ visszahull a káoszba. De aztán hallunk arról, hogy az Úristen készít menedéket ebből a nagy áradatból, vízözömből, egy titokzatos bárkát, aminek a leírása a Bibliában nem is hajószerű, hanem a templomra emlékeztet. A méretei pontosan olyanok, mint a Szent Sátoré, és később a jeruzsálemi templomé. A nagyon ritka szó, amivel a bárka tetejét megnevezi a Biblia, a templom tetejére utal. A bárka templom szimbólum. És azt akarja a Biblia elmondani, hogy az erőszak vízözenéből a menekvés, a templom, Isten népe, az egyház, ahol emberek Isten törvénye, harmóniája szerint élnek, békességben, testvérként egymással, testvérként az állatokkal, így menti át a bárka az életet. Talán sokan olvastuk Rodriernek a könyvét, a benedeki döntés, vagy Szent Benedek válaszútján. És azt mondja, hogy a jelenlegi nyugati kultúrvesztésünk egy hatalmas nagy vízözönhöz hasonlít. Óriás áradat, amely mindent elsodor. A nyugati ember már 200 év óta, a fölvilágosodás óta abban a meggyőződésben él, hogy igazság nincs, nem megismerhető. Csak szubjektív vélemények vannak. Ahogyan erre aztán Benedek pápa később rávilágított, emögött a fölvilágosodás korabeli fordulat mögött nem egy elvont filozófiai fölismerés van, hanem a modern embernek egy nagyon mély döntése. A modern ember nem megismerni akarja az igazságot, mert sejti, hogy ha megismerni akarnám, a világba beleültet egy gyönyörű isteni rendet, a gyönyörű isteni harmóniát, akkor e szerint kellene élnem. A mai ember nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátok nélkül a saját testét, az identitását ő akarja kitalálni. Az egész életet, az ásványkincseket. És Rodrier azt mondja, hogy az özönvíz akkora, hogy nincs elég homokzsák, amivel meg tudnánk állítani. Teljes kultúrákat ettől megóvni nem lehet. De amit tehetünk, az az, hogy bárkát építünk, mint Noé. Lehet bárka minden hiteles keresztény család, amelyeknek úgy kellene élni Dreyer szerint, ahogyan valaha Szent Benedek kolostorainak a népvándorlás áradatában. Azt mondja, hogy egy családnak hasonlítania kell egy kolostorhoz. A kolostornak két fontos jellemzője van. Van fala. Egy jó családi otthonba nem engedünk be akármit. Csak tiszta dolgokat, szent dolgokat, de egy különleges hely. És a kolostor másik különlegessége, hogy a középpontjában templomban, kápolna. Egy jó családi otthonnak a szívében is Isten kell, hogy legyen. Ismerek egy nagyszerű diakónus testvért, aki gyakran mondja azt, hogy a gyermekeit vidámságban és Isten félelemben nevelte. Na, itt a szent igék terjednek.
Ez alatt azt értette, hogy ami számára, meg a felesége számára nagyon-nagyon szívügy volt, az főleg az Isten dolgai. Imádságos emberek voltak, és a gyerekeik is ezt látták, szinte magukba szívták. Ez a dolog számukra szent volt, nagyon-nagyon fontos. És azt mondja, Isten félelemben és vidámságban. Ezen kívül, az isteni dolgokon kívül, ő igyekezett nagyon-nagyon rugalmas lenni. Vidám, alkalmazkodó képes. Nem csinált drámákat a gyerekeknek kisebb-nagyobb stiklieiből, vidámságban és Isten félelemben. A család akkor kolostor, ha ehhez hasonlít, van fala, és van szentélye. Ennyit a szigetről, és most egy kicsit a dicsőítőről. Balatonnál nyaraltam, körülbelül 12 éves lehettem. Érdeklődő kis gyerkőc voltam. Nagyon érdekelt a Biblia, mindig is. És hallottam, hogy a helyen, ahol nyaralunk, van egy református lelkész. És minden héten tart bibliaórát. Gondoltam, megnézem magamnak. Elmentem, bibliaórán úgy 10-12 nagyon idős néni volt. Volt egy nagyon idős lelkész bácsi, és voltam én a 12 éves kisfiúcska. A lelkész Ábrahám történeteit mesélte, mind a mai napig emlékszem erre. Ábrahám és Hágár, Lót, egyiptomi tartózkodásuk, az Abimelekkel való találkozás és sok minden más. Bibliaórák elején azt éreztem, mintha beszállnánk egy különleges csónakba, mintha elhagynánk a világot, belépnénk Isten szívébe. Amikor az ember Isten közelében van, hallja az ő hangját, a Bibliát, akkor megszületik ez a különleges sziget, Noé bárkája, az életet átmentő sziget. Jött egyszer hozzám egy nagyon idős néni, és elmondta nekem, egyébként a néni egy csodálatos valaki volt, rengeteget segített a legszegényebbeknek, hajléktalanoknak és másoknak. Ésszel segített, de valóban tudott sok-sok életen fordítani, a nagy-nagy szeretetével, odaadásával. És néni azt mondta, hogy megvan az idei jó feltétel, ez január 1-e után volt, nem sokkal. Kíváncsi voltam, és néni azt mondta, hogy az idei jó feltétele, szándéka, célja az, hogy szeretne Isten előtt egész lényével leborulni. Nem azért, hogy valamit megköszönjön, nem azért, hogy valamit kérjen. Egyszerűen, hogy kifejezze a hódolatát, az egységét vele. Gyönyörű, ha egy emberi élet ebben összegződik. Szeretnék Isten előtt egész lényemmel leborulni. Az ember legigazibb helye az Isten lábainál van. Ekkor találunk haza, találunk rá az isteni harmóniára. Ha tudunk dicsőíteni, ha a mennyei éneket énekeljük, akkor születik meg a bárka, akkor születik meg a sziget, akkor válhat a szívünk, a családunk, vagy egy egyházi iskola, egy plébánia, életet átmentő, csodálatos Noé bárkájává. Ismerek egy 5 gyerekes anyukát, aki az élete egy pontján nagyon el volt keseredve, mert a férje nem nagyon volt kedves. Ön érdes hangon szólt, nem nagyon szánt időt a családra, minden családi programot állandóan elfelejtett, ha csak lehetett, ő mindig ment másfelé. A feleség néha azt is gondolta, hogy ebből a házasságból neki menekülnie kéne. A boldogsághoz neki is joga van. Kezdhetne talán még egyszer az életben egy újat, egy szebbet, egy igazibbat.
Ahogy ezen vívódott, később így mesélte nekem, hogy szinte látta, érezte, hogy maga Jézus jelenik meg a szívében. Látta az ő hófehér alakját, ruháját, és látta az arcát. És Jézus arcát olyannak látta, mint aki szigorú, haragos. És azt mondta neki, így érezte, így hallotta, hogy te valaha tettél egy ígéretet, és ez az ígéretet szent. A házasságodból nem menekülhetsz. Asszony tudta, hogy ez igaz, de ettől a problémája nem oldódott meg, tovább kínlódott. És ahogy vívódott, gondolkodott, egy-két héttel később hirtelen rádöbbent arra, hogy az utóbbi 2-3 évben ő sem volt szinte soha igazán kedves a férjéhez. Szinte soha meg nem ölelte. Ha elment mellette, nem cirogatta meg a vállát, a haját. Semmit meg nem köszönt, semmiért nem dicsérte. Maga is nagyon meglepődött, amikor ezzel szembesült. Egyből érezte, hogy ez az, amit tennie kell. Az első dolog, amit megtett a férje felé, férjének volt egy különleges, kedvenc étele, amit nagyon nehéz volt elkészíteni. Hétköznap teljesen váratlanul, jó nagy munkával ezt a különleges ételt elkészítette. De gondolta, hogy valamit mondania is kellene, mielőtt az ételt a férje elé teszi, órákon át vacillált, hogy mit is mondjon. Végül is, ahogy este letette a tányért, azt mondta, tudom, hogy ez a kedvenc ételed. Azt akartam, hogy ma este jó napod legyen, hogy boldog légy. Egész nap, ahogy főztem, rád gondoltam. Szeretetből neked készítettem. A férfi, ahogy ezt hallotta, nem tudott hozzákezdeni. Az ételhez megállt a kezében a kanál. Perceken át fújta a kanalat. Lassanként, aztán minden nap a feleség egy hasonló, fontos lépést a férje felé tett. Volt, hogy várta őt, ahogy érkezik haza, eléje futott, átölelte. Volt, hogy valamit megdicsért, megköszönt. Eltelt 2-3 hét, férfi nagyon vidám lett. Fütyörészett otthon, dudorászott, amit nagyon régen tett. És eltelt körülbelül fél év, a feleség azt mondta, hogy most jobban szereti a férjét, mint az esküvőjük napján. Egy asszony beengedte az életébe újra az Istent, az ő fényét, az ő arcát, az ő szavát, akkor is ez igényes volt és nehéz. Beengedte az isteni harmóniát, és megmentette ezt a Noé bárkáját. Megmentette a családot. Akkor tudjuk az emberiség élő szigetét megmenteni. A kicsi bárkáinkat, a családjainkat, az egyházunkat. Ha dicsőítjük Istent, ha benne élünk, ha őt hallgatjuk, ha az isteni harmóniát ismerjük, ha ráhangolódunk. Sziget akkor lehetünk, az énekünk, a szívünk tele van Isten dicséretével. A dicsőítés által lehetünk szigetté, bárkává. És talán sokan ismerik azt a kis elbeszélést, ami nagyon sokat mond nekem az egész emberi élet lényegéről, értelméről. Történet szerint egy kisfiú szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Szép volt, mint az első tavaszi kék ég volt. Olyan volt, mint a hegyi patakok csobogása. A kisfiú, ahogy meghallotta, azt mondta, annyira gyönyörű. Elviszem a jó Istenhez, odaadom neki. És el is vitte, letette a dallamot az Úristen lábai elé. Az Úristen nagy örömmel hallgatta, és azt mondta neki, valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. Megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel.
Az ember érlelődött, és lassanként a dallam is változott a szívében. Érzésekkel, mélységgel telt meg. Ahogy a meghallotta, azt gondolta, készen van, és elvitte megint az Úristenhez, aki újra nagyon nagy örömmel hallgatta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Néha úgy érezte, hogy belepusztul, nem bírja tovább, elveszíti a hitét, de aztán lassan legyőzte a szenvedést, föléje kerekedett. És közben a dallam is változott a szívében. Egy szomorú mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristenhez, azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. De az Úristen azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam megint változott a szívében. Egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb, hogy az Úristen meghallotta, meghatottan, elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az élet néha nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, néha nagyon fájdalmas utakon kell végigmennünk. Hálát adunk ezért a dicsőítő szigetért, amelyben halljuk az isteni harmóniát. Ráhangolódunk. És ezáltal a szívünk, a családjaink, az egyházunk bárkává lehet élő szigetté. A mennyei Jeruzsálemnek a hangjait hallhatjuk, és itt a földön megszülethet bennünk Isten országa, megszülethet bennünk a szeretet éneke.